Nézők, rátérünk a Picsányi zaklatás tárgyalás, ami ugye találkozás a legfőbb uzsorással ki van téve 2019. április 10-én 10 órakor a BKKB Budakeszi úti épületébe lesz, és akkor tegyük ide ki az uzsorás képét is egy picit, most eltakarjuk magunkat azzal, most hogy... Ne nézzen, neki nem tetszett. Tehát, hogy miért mondják rólam a sárgapólósok, hogy loptam, kérdezi az uzsorás, ugye a büntető, a becsületsértés ügyben, és itt is egyáltalán miért nyilvánítanak velem szembe vélemény? Hát azért bazd meg, mert a bankár haverjaiddal tisztességtelenül elvettetek 1 milliárd forintot az emberektől. Ezer milliárd forintot az emberektől, igen, nagyon fontos, csak nem látom ugye a kiírást, tehát 1000 milliárdot, amiről már van végzés. De ha az EU döntéseket, a C51-et és a C118-at figyelembe vesszük, akkor ez olyan 10 000 és 20 000 milliárd közé tehető, tehát azért az jóval több, tehát legalább 10-szerese ennek az összegnek. Tehát jól mondta annak idején Tilk László, hogy a lopott maracnak visszaadták a fülét és a farkát, tehát még hogy mi ne raplizzunk azért, mert ők csak a fülét és a farkát adták vissza a lopott maracnak. Hát én azt gondolom, hogy ez így nem foghat helyt. No, szóval miről is szeretnénk beszélni? 5200 oldal nyomozati anyag, ugye átbeszéltük a feleség, a gyerekek és az uzsorás vallomásait, és ma is hoztunk érdekességeket, három témakör lesz. Az egyik az NNIS nyomozás során, amikor lezárult a nyomozás, akkor a költség jegyzéknek van egy nagyon izgalmas része, ezt pedig mindjárt mondom nektek, ugye sok költség van, ugye volt több kirendelt ügyvéd, de volt egy kirendelt ügyvéd, aki egy kicsit furán gondolkodott a számolásokról, mégpedig, mindjárt mondom, hogy kicsoda, a Imrének rendelték ki ezt az ügyvédet, aki 24 perces iratismertetésen volt jelen, és 150 ezer forintot számlázott ki, 150 ezer forintot a 24 percért. Amikor itt van ez a díjjegyzék, azt mondja, hogy órák száma, ő azt írta, 3324 oldal. Tehát, hogy ő szerinte 24 perc alatt 3324 oldalnyi iratot nézett át, és ezért gondolta, hogy aki ekkora nagy ász, az megérdemli, hogy ezt megtegye. Csak jelzem, hogy a többi kirendelt ügyvéd ugyanezért 5000, illetve 10000 forintot számolt fel a költségeivel együtt, tehát mindennel együtt. Ez az ügyvéd, akit már mindjárt látunk, hogy kicsoda, a számlája szerint, ugye ez közérdekű adat, mert közérdekű lopás volt, dr. Angyal Andor egyéni ügyvéd volt, aki ezt megtette. És ugye Imre is, meg én is külön reklamáltunk, hogy menjenek már a büdös picsába, mit képzelnek magukról, majd visszaírtak, hogy teljesen rendben van. Tehát nincs ezzel semmi probléma, mert hogy ugye ezt egyrészt gondolom aláírhatta az Osváthné Ónodi Edit, hogy szerinte ez teljesen rendben van, de itt van valahol a Dócs Andrástól is egy aláírás, aki ugye akkor volt ennek a nyomozóknak a vezetője, és ő is aláírta minden további nélkül, hogy az teljesen rendben van, hogy 150 ezer forintot, most itt nem találom, de valahol megvan, tehát hogy 150 ezer forint 24 percért, és azért megnyugtatom a kedves nézőket, hogy a végén ezt visszafizettették az ügyvéddel, tehát vagy ki se utalták neki, és le is váltották, tehát ebben az ügyben ez az ügyvéd már nem játszik tovább. Csak ugye az én feljelentésemben benne volt, hogy indítványoztam, hogy nézzék már meg az összes elévülési időben ugyanez az ügyvéd, miket számlázhatott ki, és ugyanez a Dócs András, aki azért lássuk be, hogy az uzsorással nagyon jó haverságban lehet, mert az uzsorás bankbiztonsági, tehát az OTP bankbiztonsági vezetői kedves Andrásként szólítják az NNI vezetőjét, tehát ne csodálkozzunk ezen, hogy ide jutunk. Tehát, hogy vajon hányszor lopott ez az ember már így ilyen módon ezektől? Hát nem kaptunk rá választ, hogy ezt megnézték volna, utána számoltak volna és eljárást indítottak volna.
ellene. Az ügyvédi kamaránál nem érne meg egy misét, vagy jártatok ott? Nem tudom, Indét kellene megkérdezni, hogy ő ezt tovább vitte a ügyvédi kamaránál, és még milyen szankciókat... Hát, már visszavonták a működési engedélyt. Igen, én azt gondolom, hogy ilyen ügyvédekre nem azért ez durva szükség, hogy 24 percért 150 ezer forint, tehát ez azért így mindenképpen elég izgató. Mármint, hogy így felpaprikázóan láttam izgató. És mindez mondjuk az Osvárdné Ónodi Editnek se tűnik fel, aki ugye ezt az ügyben volt a nyomozás vezetője. Na, egy másik érdekesség szintén az ellenis nyomozati iratokból, ez a negyedik kötet elsőtől a 27. oldaláig, ahol is, megint kiteszem ide egy kicsit az uzsorás képét, hogy lássátok, hogy miért mondják a sárgapólósok rólam, hogy loptak. Ez nem szól másról, mint egy rendőri jelentés volt arról, hogy összesítették, hogy a sárga pólósok ebben a nyomozásban ilyen táblázatokat raktak össze, tehát nem tudtak ezek mit csinálni ott jó dolgukban, hogy akkor melyik időpontban ki volt jelen, például itt az első úgy van, hogy május 14-én 2014-ben, tehát 2019 van, tehát 5 évvel ezelőtt, Póka László és 15 ismeretlen társa, tehát akkor még ismeretlenek voltak szerint nekik ezek az emberek. Most már ismernek. És egy év múlva, tehát a magánindítvány az egy év múlva készült erről a történetről, tehát azért hülyeség, mert hát rég lejárt a határidő, 30 napon belül lehet magánindítványt tenni, tehát ez azért így szerintem szintén elég aggályos. Igen, tehát ez biztos, hogy így nem lehet benne az ügyben, majd megnézzük, hogy benne van-e. Nem állt rendelkezésre videófelvétel, és ezért nem azonosíthatók be a társai, azt mondják a Póka Laci 15 társa. De hát van itt ugye sorba február 4, meg 2015, meg 2015, még mindig 2015, még mindig 2015, 16, tehát jönnek sorba a táblázat, mindenütt név, kik szerepeltek, például 2016. február 12, Póka László, Póka Anita, Vince Krisztián, Németné Tócs Zsuzsanna, Veres István, Golcs Ferdinánd, Golcs Ferdinándné, Jávor Kálmánné, Ukrin Imre, Sándor László, második 15-én kelt feljelentés, amit egyébként ugye az OTP jogászai tettek meg, tehát ez ilyen teljes fasság, mert nem lehetne, tehát ugye ez egy magánindítványra induló ügynek kellene, hogy legyen, majd április 21-én Csányi ezt kiegészítette és magánindítvánnyal élt, bizonyítékokat sorolták itt fel, hogy mik voltak, illetve hogy a Facebookon és a YouTube-on osztottunk meg felvételeket, meg egy GoPro felvételt, tehát a bizonyítékok, hogy hol vannak erről, tehát ezeket tették ki, és ez így folytatódik 2016 május, vagy például a 2016 július 13, ahol Póka László, Póka Anita, Vince Krisztián, Németné Tócs Zsuzsanna, Veres István, Golcs Ferdinánd, Golcs Ferdinándné, Jávor Kálmánné, Ukrin Imre, Szabó Mária, Sándor László tette ezt meg 2016 július 13 és 15-én sértett, tett egy feljelentést, és a videófelvétel elemzéséről készült jelentés volt a bizonyíték ezen kívül. Anita kihallgatása, István kihallgatása, Feri kihallgatása és Sándor Laci kihallgatása. Nem tudom, hogy akkor az enyémet miért nem, de mindegy, nem baj. Vagy a Marika, tehát hogy mi hol vagyunk. Azt mondja, hogy a Ukrin Imre bejegyzése a másik, hogy hol találták ezt meg. Sevizások nyerték a meccset, ugye ez az eset volt, amikor ugye ennyi meccset nyertünk. GoPro kamera felvétel, olvasom, nagyon jó pofa, melyen 0-0-40 másodpercnél Szabó Mária látható, bal alsó sarokban fehér nyári kalapban látható. Bal oldalán piros táskával, sárga pólóban, mellette Ukrin Imre kezében zászlóval a kerésítés előtt áll. Igen, közvetlenül, szintén sárga pólóban. Az úttesten a kép bal oldalán Póka László áll, fején fehér basebal sapka. Előtte Póka Anita szőke hosszú hajjal, tehát ott állt veled a szőke hosszú haj is. Igen. Magadban. Sárga pólóban. De látod, már nem voltak elég alaposak, mert az Anita nem sima sárga pólóban volt.
Arra polra, mi volt írva? Hát így van, akkor csináltam arra az alkalomra konkrétan az I Love Csányi, I Love Orbános pólomat. Ami ugye nagyon sokszor volt rajtam, tehát, sőt benne van ugye az ellenis ügyben is, illetve hát ebben az egész zaklatási ügyben felhozzák ezt a pólót, hogy ez mennyire félelmetes és rettenetes. Osvátné Ónodi Edit, meg Romcsics Zolika, hát azért fél munkát végeztek. Nézitek a videót, és nem írjátok le, hogy Anita milyen pólóba volt? Ne hülyeskedjünk már. Na, hajamat leírták, hogy... Haját leírni, hogy szőke, de hát milyen lenne, amikor mindig szőke hajjal van? Ha Krisztián, akkor arra az alkalomra szőke hosszú el. Azt vette fel. Igen. Aztán még volt rajta szürke farmerban, fekete táskával. Mögötte Vince Krisztián. Szürke farmerban, fekete táskában. Na, mindegy. Akkor ez a kász. Nem voltam. Mögötte Vince Krisztián látszik, bordó kockás térnadrágban. Ez volt a baj, Krisztián. Van. A kép közepén, a kör közepén állok, Jávor Kálmánné áll sárga pólóban, két hátizsákkal a hátán. A zilonka a hátán horja a sátizsákot. Ne hülyeskedjünk már. Edith bassza meg. Ehhez tényleg, ehhez egyetemi végzettség kell komolyan. Mindenképpen. Két diploma legalább. Két hátizsákkal a hátán, sötét farmerban. Na. Na igen. Mellette Golcs igen. Ferdinánd és Golcs Ferdinándnél látható. Fekete pólóban. Fekete. Nem. És nem sárga Marika. Voltatok. Vagy nem. Feketébe voltatok. De nem vagyis. Szerintem. Levoltatok. Feketébe. És fekete hosszú hajat vett fel akkor a Marika. Vagy a Ferdinánd. Várjatok, mert azt mondja, mellette Golcs Ferdinánd és Golcs Ferdinándnél látható, fekete pólóban, fekete hosszú hajjal. Mind a kettőnek fekete hosszú hajtok. És mind a kettő fekete pólóban volt? Nem tudom, hát ön ezek a rendőrök. Várjál, amikor fociztunk, én úgy emlékszem, hogy én fekete pólóban és farmer szoknában voltam. Lehet, hogy voltatok a bankár csapat? Vagy... Igen. Na jó, de hát mind a ketten fekete hosszú hajjal voltatok, ja, ez azért így elég. Az azért. Na, a videónak két jobb oldalán Németné Tóth Zsuzsanna látszik kék felsőben és rózsaszínű nadrágban. Mellette Sándor László érkezik sárga pólóban, fekete farmerban. Tehát gyerekek, ezzel töltötték a nyomozók az időt. Közben nem elemezték ki az embercsempészek felvételét, és 71 ember halt meg azért, mert az Osvátné Ónodi Edit azt nézegette, hogy milyen hajat vett fel éppen a Marika vagy az Anita, és az Ilonka a hátán hordja a hátizsákot. De fél munkát végeztek, mert Sándor azok soha nem volt fekete farmer. Nekem meg szürke nem volt. Hát így van. Vagy akkor a GoPro. Vissza kell vinni Gariba, mert szar. Nem adja vissza a címeket. Hát ez már nem garanciális. Nem garanciális. Tehát értitek, hogy ezzel töltik az idejüket a rendőrök, ahelyett, hogy odafigyeljenek. Ezen kívül pedig mi a lófasz volt ebbe zaklató? Mondjuk már meg, hogy ebbe mi volt a zaklató. Hogy ott áll, mindenkiről elmondták, az utcán állt valamilyen színű valamiben, és éppen volt rajta haj, vagy nem. És focizott, vagy akármi. És még csak erről nem is írva. Arról nem írnak, hogy focisztunk. És azt leírták, hogy ezek az emberek labdába rúgtak akkor, és azóta is labdába rúgnak. Egyedül az e-mailről derült ki, hogy ő volt a partjelző, mert zászló volt nála. Igen. Igen. Hát vagy ugye a szeptember 4-e 2016-ban, ahol Póka László, Póka Anita, Vince Krisztián, Németné, Tóth Zsuzsanna, Veres István, Golcs Ferdinánd, Golcs Ferdinándné, Jávor Kálmánné, Ukrin Imre, Szabó Mária van ott. Sértetti feljelentés már másnap megtörtént. Videó a bizonyítékok, még a feljelentés, a videófelvétek elemzéséről készült jelentés, Anita kihallgatása, István kihallgatása és Ferdinánd kihallgatása. És akkor ezt is nézzük meg, hogy mit írtak össze, elég hosszú. YouTube-on volt egy felvétel, véleménynyilvánítás éjszakája címmel. 1:38 percnél a kép jobb oldalon látható Póka Anita fekete basebal sapkában, aminek simlédere neonzöld napszemüveget visel a véleménynyilvánítás éjszakáján. Nem tudták megállapítani, mert mikor kihallgattak, akkor összekevertek veled a képen, a Lucz Gizivel, aki ugye nincs is benne az ügybe. Összekevertek a Tóth Zsuzsival, és megkérdezték, hogy na ez vagyok én? Mondom, nem, most jamő bázunk, vagy mit csinált az így Barkó bázunk, hogy akkor most ez vagy ez. Tehát, és nem tudták megállapítani, melyik vagyok. Ez a neonzöld, ez egy bevett szó, mert a véleménynyilvánítás a Kossuth-én is neonzöld kabát volt. Igen.
Szeretik ezt a szót. Lehet, hogy ezt ismerik. Hogy az eligazításon ez van. Ne dumáljanak ilyenekkel, mi csak a Windows alapértelmezett 16 szint ismerjük, pont. És 1.56-nál Golcs Ferdinándné beszél, fekete szemüveget visel és sárga pólóban van. Mögötte szőke göndör parókában Póka László áll háttal, illetve látható még Golcs Ferdinánd drapkabátban, fején basebal sapkával és Veres István őszhaja. A feles felvette az őszhaját. Sárga pólóban. Felvétel 5-15 percnél már más helyszínen, de Vince Krisztián beszél, 6.49-kor a két helyszínen. Mi a retek közük van? Két jobb oldalán Németné Tóth Zsuzsa, 8.02-kor bal oldalon Póka László, Golcs Ferdinánd és Veres István látható a kép jobb hátterében. De gyerekek, 8 perc volt az egész. És ebben mi? Igen, de megint nem derült ki, hogy ebben mi. És akkor van még a Luckizi nevű felhasználó videója, jól felismerhetően láthatók a személyek, ki felkiáltójelezve, hogy ez mennyire fontos. Látható egy kép, amin enapról készült felvétel látható a képek között, és GoPro felvétel, amelyen az aláfi személyek láthatók. Kép jobb oldalán Vince Krisztián, kerítésnél basebal sapkában neonzöld mintával Póka Anita, középen szőke göndör parókában Póka László, középen hátul sárga pólóban Veres István, viszont már nem volt rajta ezek szerint az őszhaja, tőle arra kiengedett szőke hajjal, fején maszkban Németné Tóth Zsuzsanna áll, Póka Lászlótól balra bele egy szinten Golcs Ferdinándné, hát miért nem több szintes az utca, gyerekek? Sárga pólóban, fekete nyakkendőben, fekete hajjal, mögötte arcán maszkkal Jávor Kálmánné áll, a kép bal oldalán kerítéshez közel sötét kabátban, fején basebal sapkában Golcs Ferdinánd van. 0.57-kor feltűnik a bal oldalon Szabó Mária zászlóval a kezében, kép jobb oldalán Ukrin Imre szerepel sárga pólóban. 2.28 és 39 percnél nevezettek, a vakuk miatt jobban látható, a fényviszonyok miatt a gyanúsítottak által készített és közített felvételeken a szereplők, személyek jobban beazonosíthatók. Tehát akkor a mi képeink jobbak voltak, mint a ezek. Na. De ez komolyan Rex felügyelő jobban kinyomott. Simán. Megszagolja a szegállat, hogy ez úgy fassága, hogy van. Na, kedves nézők, ilyenekkel töltik az ideiket ezek a rendőrök. És még mivel? A magyar FBI. Ja. Igen. Marika, hallod is rossz kommentelni. És hogy a BRFK-s nyomozati iratból is találjunk valami érdekességet, és ezzel fogjuk ma bezárni a 175. oldaltól a 189. oldalon egy rendőrségi jelentés. Sárga pólósok egy napja, így is lehetne róla írni a rendőrség szemszögéből, tehát ez is egy fontos dolog. Ez az esemény egyébként 2017. január 15-i esemény volt, amikor a civilek eltakarítása miatt néhány ember úgy gondolta, hogy csinál egy kis huncutságot, és ezt meg is mutatom most itt közben, nem ezt a képet fogom megmutatni, hanem ezt a sorozatot fogom majd megmutatni, leveszem az uzsorást innen, hogy ne kavarjon be, meg a tárgyalás szöveget is, és gyakorlatilag a háttérben, kedves nézők, fogjátok látni ennek a napnak a nálunk meglévő képeit, hogy miről is szól, és egy kicsit figyeljétek, hogy a rendőrség hogyan is vélekedik, és mi mindent megmozgat azért, mert a sárga pólósok egy kicsit Budapesten járnak, talán 6-an vagy 8-an, tehát nem is biztos, hogy sokan. Tehát azt írja ez a Súlyog Viktor János rendőrőr nagy, aki a BRFK bűnügyi szervek bűnügyi főosztály bűnöldözési osztály vezetőjének írta ezt a jelentést, és valami Rej Tamás is előadó ebben a dologról. Lehet, hogy a Frey csak nem értem, igen. Mert valami könyvet írtak, igen. És abba volt. Tisztelt osztályvezető úr, további felhasználás érdekében megküldöm a Facebook közösségi oldalon Nem adom a házamat mozgalom szervezésében 2017. január 15-ére meghirdetett Lázadás folytatódik Patkány és Majomgó január közepén rendezvényről készült összefoglaló parancsnoki jelentés 1
példányát, tehát ezt küldi meg, január 26-án, tehát kellett egy pár nap, mire összeszedték a gondolatokat, és ezt Pallagi Imre, címzetes rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos főosztályvezető írta alá, és mellé kell egy darab rendőri jelentést, és akkor a jelentés. Biztosítási feladatokról, tehát ez a címe neki, terv száma, szám nélküli, felelős parancsnok Vas Róbert rendőr alezredes, esemény ideje 2017 első hó 15 7 órától első hó 15 16 30-ig. Esemény helye: első kerület Szent György tér, első kerület Országház utca 34, második kerület Keleti Károly utca 13, még egyszer ugyanez, második kerület Keleti Károly utca 29, második kerület Présház utca 5, második kerület Szemlőhegyi út 42, második kerület Tömörkény utca 10, második kerület Balog Ádám utca 35, második kerület Orsó utca 35, 12. kerület Cinege út 5, most már szinte 12. kerület Alkonyat út 23-25, Gereben utca 6, Laura út 26, Mártonhegyi út 10, Hangya utca 24/B, Hangya utca 7 és első kerület Szent György tér, tevékenysége 2017. január 15. Esetek száma 05061, biztosítási feladatok, egyéb rendezvény 1 darab. Résztvevő erők, itt is még vannak ilyen hülye számok, 51 fő. Nem 51 fő tüntető, 51 rendőr, gyerekek, 51 rendőr. Hát ne hülyeskedjünk már. Figyeljetek, időtartam, egyéb rendezvény 12 óra. Tett intézkedések száma, a biztosítási feladatok 13 darab. Azt mondja, hogy 13 darab intézkedés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 helyszín és valami 11, 3 darab volt. Jelentem, hogy 2017. január 15-én 6 órától, tehát már hazudtak, mert ott ugye azt írták esemény ideje 7 órától. 18.30-ig, de előtte azt írták, hogy 16.30. Többet számoltak el. Tehát egy órával előbb számolták el, hát és két órával készülnek. Holnak a túlórával. Na, kitartás utalvány. Igen, így megvan a 400 óra túlóra. Most mondták, gyerekek, a sörpénz legyen meg azért. Nem meg kitartás utalványt kapnak. Póka László úr által kezdeményezett patkányú elnevezési túra rendőri biztosításokat az alábbiak szerint hajtottam végre. Gyerekek, tök frappó, nem lett bejelentve. Tehát gyakorlatilag nekünk nem is kell bejelenteni egyet. És nagyon jól írták egyébként, tehát abszolút jó, Póka úr által kezdeményezett. Tehát nem voltam a szervezője ennek az eseménynek. Én úgy gondoltam, hogy én elmegyek. Hangosan gondolkodtál. Így van, az a kezdeményezés. Az a kezdeményezés. Na így kellett volna tieteket is elszámolni. Bocs Ferdinánd kezdeményezett, Marika is kezdeményezte, abból valami kijött, Sándor Laci meg beült az autóba. Ez ennyi. Na. Kár, hogy nem írták, hogy kinek az autójába ültek be. A kedves nézők figyelték a felsorolást, mert azon a címeken mindenhol bűnöző van. Csupa bűnöző, hát, így van. Arra figyeljetek. Hát lehet, hogy azért kellett annyi rendőr kérdezni. Hát ha 51 rendőr kellett erre a 10-valahány címre, na, nagyon fontos. Egyébként ezt majd ki fogjuk tenni, jó. Tehát lehet elmenni, megnézni, mik lehetnek ezen a címeken, hogy 51 rendőrt mozgattak meg. És akkor az alábbit hajtotta végre ez az ember, biztosítás biztonságos lebonyolításához rendelkezésemre állt 1 plusz 24 fő BRFK KVFO állomány 8 gépjárművel, 1 plusz 12 fő BRFK BBO és 1 plusz 12 fő KR4 gépjárművel. Rendész és darázs tagállomások kézikamerával és darázs tagállomások kézikamerával is fel voltak szerelve, az intézkedések dokumentálása véget. Tehát 51 fő és akkor, ha jól számolom, 12 gépjármű. Darázs 301 4 fő, darázs 302 3 fő. Rendész 306 3 fő, rendész 355 3 fő, rendész 356 3 fő, rendész 102 3 fő, rendész 105 3 fő, Hungária 371 plusz 12 fő, akció 1 plusz 12 fő.
Hát három fő alatt nem volt. Igen. Akció. Eligazítást a berendelt állomány részéről 6:30-kor hajtottam végre, tehát már csúsztak fél órát. Mi a fasz csináltak 6-tól 6:30-ig? Na mindegy. Budapest, 8. kerület, Mosonyi utca 5-7 száma alatti objektumban. Az eligazítást követően a beosztottak felvették az általam meghatározott helyszíneket. Gondolom, ami itt az első oldalon volt. Darázs 302, első kerület Szentgyörgy téren 7-10 órakor intézkedés alá vonta Póka Lászlót, Póka Anitát, Gold Tibort, Szabó Ferencet. Póka úr véleménynyilvánítás során két darab A4 plakátot helyezett el a Sándor palota előtt kihelyezett kordonon. Ki a tököm az a Gold Tibor? Tudod, ő ott volt előtt, jött egy darabig. Ja, biztos. Ez volt... Igen, ez volt az az eset. Ketten voltak. De a saját emberüket is beszámol ezzel? Igen. Hát lehet, hogy se kapukkok. Ez a várba volt. Ez a várba volt, igen. Ez volt az az eset, ahol azért igazoltattak, csak ezt nem írták ide le, hogy hát, ha valaki majd napközben elkövet valamit a várba, ezért minket 7 óra 10-kor igazoltatnak. Ezt mondták. Igen. Ezt. Megelbőd. Igen. Azt mondja, a... Igen, 4 Sándor palotát kihelyezettem kordonon, ugye elhelyeztem 2 darab A4-es plakátot. A kiragasztott plakátot Sándor palota előtt szolgálatot teljesítő objektum őrzésére beosztott. Készenléti rendőrség, köztársasági őrség, osztály őrszolgálatot ellátó beosztottja eltávolította, és a szolgálat parancsnokának átadta. Tehát eljutott a plakátom oda, ahova kell. Fentigazoltatott személyekhez intézett kérdésemre elmondták és kijelentették, hogy nincs köztük vezető, illetve szervező. Rongálási kár a véleménynyilvánítás során nem keletkezett. Az intézkedés során 1 darab fényképfelvétel készült, továbbá 1 darab videófelvétel. A felvétel az ilyen számú szolgálati videókamerával került rögzítésre, Mésze Janikó rendőr őrmester által a számú memória kártyára. Rendész 306 7:50-kor észlelte, hogy 2 személy tartózkodik a Budapest első kerület Országház utca 34 szám bejárata előtt, akik közül egyikőjük kamerával felvételt próbál készíteni, szerintem készített is, illetve a másik személy A4-es méretű plakátokat akaszt a fenti cím vaskorlátjára. Ez ugye a Matolcsi Pattai közös lak, ezt ugye a nézők is tudják. Bemutatkozást követően kérdésére elmondták, hogy saját vélemény nyilvánítás céljából érkeztek fenti cím elé, ahol több devizahitellel kapcsolatos plakátot helyeztek el. Tekintettel az esetleges polgárjogi igény eshetőleges érvényesítésére őket személy azonosságuk igazolására szólította fel, melynek során arcképesi személy azonosító igazolványokat átadták, ennek során megállapítható volt, hogy a személyek Póka László, Póka Anita. Tehát még ugyanazok. Jó, csak tudod, az a probléma, először a Darázs volt, most meg a rendész. És az 302, tehát Darázs 302, most a rendész 306. És hol volt ez a Gold Tibor? Mert az is ott volt. Ott volt, de azt most nem, ja, nem már, tudom. Már nem. Fenti személyek a vélemény nyilvánításokat követően sérülés és panaszmentesen távoztak a helyszínről. Hungária 370, Budapest második kerület, Fényes Elek utca 10 szám előtt, CIP Bank, 8:25 órakor, intézkedés alá vonták Póka Lászlót, Póka Anitát. Fent nevezettek 8:35-kor sérülés és panaszmentesen Hungária 7:30 útjára bocsátotta. Gyerekek, ezek azt hiszik, hogy verekedni kellett volna. Jó, lehet. Hát ez kurva jó. Sérülés. Hát ne hülyeskedjetek már, ezek baszott jók ezek a dolgok. Rendész 3:55. 08:45-kor a második kerület Keleti Károly utca 13 álszámlál észlelte, hogy 2 személy tartózkodik a fenti címen lévő lakóház bejárati ajtaja előtt, akik közül egyikőjük kamera felvételt készített. De itt már tudják, hogy készített? Mert az előbb csak azt mondták, hogy próbált. De hát ez most már a rendész más. Tehát, ja, igen. Jézusom. Készített. Nevezetteket igazoltatásra szólította fel, melynek személyazonosító igazolványuk átadásával eleget tettek. Kérdésre elmondták, hogy saját véleménynyilvánítás céljából érkeztek a fenti cím elé, ahol a lakóház... Nem, hogy saját! Csak is. Ez ugye, ha valaki nem tudná, akkor itt ugye kilakik? Semmiért bizony. Több devizahitellel kapcsolatos A4-es transzparenst ragasztottak. Póka László és Póka Anita
Anitát, nem, igen, na mindegy, ragasztottak. De hát mind magunkat nem ragasztottuk, na mindegy. A személyek a véleményjelentés után esemény nélkül távoztak a következő helyszínre. Nem kett esemény után, itt nem. Budapest, Keleti Kár utca 29, ahol szintén ragasztottak ki transzparenseket, melyekről kamerafelvétel készült. Nevezett személyek cselekményre rendőrségnél rendszeresített 4-es számú kamerával készült rögzítése, Klotz Roland rendőrőrmester által, és így itt a kamera típusa, gyártása, stb. Ugye itt a képen a nézők közben a Holló Bencénél lévő plakátokat láthatják. Rendész 102, Budapest második kerület, Szemlőhegy utca 42, ki tudja, hogy hol van ez, vagy ki ez? Gyurcsány, így van. Tehát, hogyha valaki azzal vádolna minket, hogy mi a Gyurcsányhoz nem megyünk, hát dehogy nem bassza meg, hogy ne menni. Alatti lakóház biztosítását, felügyelétét hajtotta végre, tehát a rendész 102. Mi a faszé kell a Gyurcsány lakóházát biztosítani, meg felügyelni, tehát hogy nem szökik el, vagy mi? Leginkább. A szolgálat teljesítése során 10 órakor egy hölgy és 5 férfi jelent meg. Hú, ez már rúgtam! Budapest második kerület Szemlőhegy utca 42 szám előtt. Már biztos. A személye! Tuti jó. Csudi jó. Tehát miért kell ezt egy különleges nyelvezettel írni? Nem tudom, hogy a konyha nyelven ezt írni. A személyek az általa ellenőrzött objektumhoz léptek, ahol szinte azonnal a lakóház kis kapujára papírlapokat kezdtek el kiragasztani. De hanem azonnal, tényleg. Hát. Ekkor megjelent személyeket intézkedés alá vonta Golcs Ferdinánd, Golcs Ferdinándné, Mány Péter, Sári József, Ukrin Imre Géza, Sándor László. Ukrin Imre Géza. Béla. Igen, ez így elég fura. Találtak egy Gézát. Jó lett. Na mindegy. Hát ez van vele, itt a személygalmányban. Lehet, hogy a Bélát Gézának olvasták. Igen. Most éppen ugye Sándor Paluta látszik a képek között, de majd mindjárt a Gyurcsányt is fogjátok látni. Ha látod majd a Gyurcsányt, akkor szólj meg, mert szerintem addig majd le fog futni a Gyurcsány is. Személyek közül Ukrin Imre, Géza és Mány Péter mobiltelefonja segítségével végig rögzítette az eseményeket, illetve lelkiekben támogatta a cselekményt. Mondták, hogy jól van, ügyesek vagy. Veregették. Mit tartogattak lelkiekben? Lelkiekben támogatta a cselekményt. Lélekmelegítőt osztogattak. Lélekben veletek. Lehet, hogy onnan van már Facebookra, de lélekben veletek vagyok. Lehet, hogy a rendőrök szedték a Facebookról. Voltak csak lélek. Ez egyébként a Fasalakó parknál van. Ez sok rendőr, a civil és nem civil rendőrautó. Ugye itt a Fasalakó parknál. Ez a Gyurcsányház, kedves nézők, ugye ott van kint néhány plakát. Apró villa. Igen, ez most már megint a Pasalakópark másik kerítése. Na, szóval az igazoltatás megkezdése előtt Sándor László, Golcs Ferdinánd és Golcs Ferdinándné helyezett el a kapura egy darab patkányt ábrázoló A4-es papírlapot. Hát igen, valószínű hárman egyet. Kalákába. Egy darab 70x10 cm-es sárga színű papírszalagot, valamint egy darab A4-es papírlapot a következő szöveggel. Itt lakik egy gyáva politikus, aki eladta a magyar népet a pénz hatalomnak. Lemérték, hogy 70 centi volt. Nevezett személyek a ragasztás után a kertkapun rongálást nem okoztak, azon a sérülés nem keletkezett. De most nem írják, hogy rajtuk keletkezett? Most csak a kertkapun. Várja, még ott lehet, hogy nem járunk. Ja, nevezetteket az intézkedés végén a panasztételi lehetőségről tájékoztatást kaptak, mellyel elmondásuk szerint nem kívántak élni, illetve nevezett személyek a körözési rendszerekben nem szerepeltek. Az intézkedés végén a helyszínről
10:00-kor távoztak. Az eseményről Csiki Ferenc rendőrőrmester kamerafelvételt készített ilyen és ilyen kamerával, és hogy milyen számú memória kártyára rögzítette. Ez egyébként a cibbankos eset most, ami a képeken látszik, amiről beszéltünk. Ez meg a Keleti Károly utca, ahol leszorítja a rendőrbusz, leszorítja a rendőr személyautót. Tehát ugye ott nagy tömeg volt, ez pedig maga már a semjénes kirakasztás volt itt a képeket, hogyha végignézzük. Ezt követően, ugye ez meg a KDNP-s iroda, most lesz szerintem a Rogán Toncsiék háza, hogyha jól számolom a néz, igen, ez a Rogános ház, de akkor menjünk, most várjuk meg, amíg végigfut ez a történet, mert mindjárt odaérünk Gyurcsányhoz, ahol az előbb végeztünk, itt még egy Rogános kép, és lehet, hogy hamarosan, ugye ez egy automatikus vetítés, nem tudom gyorsítani sem, lassítani sem. És itt van a Gyurcsányos kép, ahol ott látszik a rendészek, a Marika, a Ferdinánd, Sándor Laci és a többiek. Ez már itt én szintén a Gyurcsánynál fotózkodok, de érdekes, hogy arról nem írtak jelentést. Nem. Pedig ja, dehogy nem, most jön. Rendész 102, ami mindig ugyanaz. 10:10-kor. Tehát 10 perccel utánatok, észlelte, hogy Póka László úr és felesége, Póka Anita asszony jelent meg Budapest II. Kerület Szemlőhegy utca 42 szám előtt. Nevezetteket a védett objektumhoz, nevezettek a védett objektumhoz léptek, ahol szinte azonnal a lakóház kiskapujára Póka úr papírlapokat kezdett el elhelyezni. Ekkor intézkedés alá vonta Póka Lászlót, Póka Anitát. Igazoltatás megkezdése előtt Póka László helyezett el a kertkapura egy darab patkányt ábrázoló A4-es papírlapot, valamint egy darab A4-es papírlapot a következő szöveggel. Civilek nélkül egyszerűbb lenne az ellenzéknek is üres ígéretekkel, cirkusszal áltatja a népet, áltatni szerintem az embereket. Póka Anita egy cselekményt kamerán rögzítette, illetve lelkiekben támogatta a cselekményt. Igen, mondtam, hogy jó van, apa, hogy csinálja. Figyeljetek ide, ez nem akkor volt, amikor veletek ment két civil. Jött a két kapu. De akkor, akkor. Ugye, na, az egyiket, ez volt az egyik, akkor kérdeztem, hogy és ő... És ezek ott álltak akkor. Persze, és akkor kérdeztétek is, hogy na mi van, kapukakat is hozzátok magatokkal. Persze. Akkor volt. Jöttek velünk, de nem bírták sokáig, mert kidőlöttek. Mondtad, hogy direkt gyorsan vettek. Ha gyorsan mentem, a belem kilógott, de akkor is. De már pedig. Igen, én egyébként nem vagyok ebben biztos, hogy ők, kakukok voltak, ugye ebben elindult a pletyka és a szóbeszéd. Na de hát akkor őket ott nem igazoltak? Nem. Hát az első helyszínen igen, az egyiküket, a másikat nem. És utána egyébként az egyikük föl is tette egy rakásképet az eseményről, tehát persze bármi lehet. Ha én sorban lennék, én is föltettem volna mindent, hát nem, hogy ne bukjuk. Na de persze lehet, tehát gyerekek, bármi lehet, és ugye annak az ellenkezője is. Kamuza. És ugye de ugye azt ne felejtsük el, mindez a csányi zaklatási anyagban van benne. Igen, az 51 rendőr, a 12 autó és ez az egész napos herceg urca, mindez a csányi zaklatási ügyben, és a csányiról még egy szó sincs, és már hanyadik oldalon járunk. És már itt van 51 rendőr, meg vagy 20 autó. Igen, tehát lelkileg ment támogatta a cselekményt, amit Tapusz felvette. Nevezett személy a papírlapokat nem ragasztotta, hanem vékony dróttal tekerte fel a kapura, de annak elhelyezése során a kertkapun rongálás nem okozott, azon sérülés nem keletkezett. Nevezek személyek, az intézkedés végén a helyszínről 10:15-kor, tehát 5 perc volt, távoztak, és megint leírják, hogy milyen kamerával készült a felvétel. És sérülésmentesen. Itt nem írnak róla, lehet, hogy ez Darás 302. Helyszínek ellenőrzése során 10:15-kor észlelte, hogy a Budapest Alkony utca 23-25 szám alatt 4 darab plakát került elhelyezésre, melyről 2 darab fényképező felvételt készített. Továbbá egy videó felvételt. Itt leírta, hogy milyen kamerával és hogy a Mésze Janikó rendőrőrmester által valami memória kártyára tette. A helyszín közelében személyeket nem észlelt, tehát az Alkony utca, ez ugye a kurókéró, oda magától mentek fel a plakátok. Ennyi, már a ház tulajdonosa a plakátokat eltávolította, a rongálási kár nem keletkezett. Darás 302. A Cinege út 5 számnál 10:25-kor intézkedés alá vonta és igazoltatta Szabó Máriát és Kajdi Józsefnét. Na. Akik a fent említett cím előtt fényképezkedtek, az általuk felragasztott 3 darab A4 plakátokkal, melyek felragasztását elismerték.
Fennnevezettek közölték, hogy köztük nincs vezető, aki irányítaná a cselekményüket, vagy 10:35 órakor a helyszínről távoztak. Az intézkedés során egy darab képfelvétel, egy darab videófelvétel készült, és a Mészely Anikó készítette ezeket a memória kártyára. A biztonsági szolgálat eltávolította a plakátokat, rongálási kár nem keletkezett. Rendész 3:55, 10:45-kor. Budapest második kerület Keleti Károly utca 13A számnál jelentette, hogy az alábbi személyek jelentek meg, és a Keleti Károly utca 13A szám alatt lévő lakóház bejáratánál semmilyen, ezt már csak én teszem hozzá, és ott A4 formátumú transzparenst helyeztek el, Gocs Ferdinándné, Mány Péter, Uhrin Imre, Géza, még mindig, Sándor László, fenti személyek a cselek vélemény nyilvánítás után átmentek a Kelet-Kári utca 29 szám elé, ahol csatlakozott hozzájuk Veres István. Na, lebuktál. Személyek a vélemény nyilvánításuk során transzparenseket ragasztottak az épület bejárati ajtajára. Ezek után a helyszínekről esemény nélkül távoztak, melyről kamerafelvétel készült, nevezette személyek a cselekményre a rendőrségnél rendszeresített 4-es számú kamerával került rögzítésre, meg hogy melyik kamera volt ez, meg milyen kártya. 11:05 érkezett bűnügyi információ, a 12:00 a Sándor Palota előtt hagyományosan végrehajtott ünnepélyes őrségváltás megzavarásáról. Várjátok, 11:05 érkezett arról információ, hogy 12:00 megzavarták az ünnepséget. Fordítva van, igen. Konkrét információval senki nem rendelkezett. 12:00 hagyományosan megtartott őrségváltás a honvédség alakulatait érinti. A készenléti rendőrség köztársasági elnök őrség parancsnokával, Pomozi Sándor rendőr alezredes úrral a kapcsolatot felvettem. Ő az őrség megerősítésére tett intézkedéseket, valamint közölte velem, hogy a kordonon belüli területet ő megvédik. A honvédség jelenlévő vezetőjével ő egyeztetett, az őrségváltás közterületet érintő része a mai napon elmarad. De gyerekek, néhány sárga pólós fönn van Budapesten, és elmarad az őrségváltás. A déli. Igen. Mindezen intézkedéseket Pomozi Sándor rendőr ezredes úr saját hatáskörökben bonyolította le. Az őrségváltás elég számottevő érdeklődőt vonzott a térre, ez idő alatt sárga pólósok jelentek, akik A4-es méretű papírokat ragasztottak a szalagkordonra. Pomozi rendőr ezredes úr a helyszínen állítása szerint kézben tartotta a dolgokat, nem kéri a BRFK intézkedését. Az őrségváltással kapcsolatban az alárendeltségemre utalt erőből mindössze a tartalékot képező készenléti rendőrség egységei álltak fel egy soros sorfalban a kordon és az épület közötti területre Pomozi rendőr ezredes úr utasítására. Gyerekek, kurva nagy, nem? Ezredes. Ott vagyunk és... tömegeket mozgatunk. Hát ugye a turistákat, hogy megmozgatja, és a turisták most azt látták, nem őrségváltást láttak, hanem véleményváltást. Ami egyébként legalább annyira szokott nekik tetszeni, mint az őrségváltást. Hát, ugye azt tudjátok, hogy nem gondolják el, hogy ez direkt nekik lett a déli, ja, délben, hogy mi direkt ott a folklór műsort adunk. Nem hiába vittünk oda a WC-papírt egy kertépszer. BRFK állománya 12:00 a Sándor Palota előtt hagyományosan végrehajtott ünnepélyes őrségváltás ideje alatt rendőri intézkedés nem foganatosított. Szentgyörgy téren tartózkodott rendész 3:56. Nem akartak hülyét csinálni. Darázs 301, 12:35 Budapest második kerület Országház utca 34 szám alatt megjelent, és azt észlelte, hogy jelen van két sárga színű felsőben lévő személy, akik a második kerület Országház utca 34 szám alatt található ingatlan kerítésére plakátokat ragasztanak, valamint sárga szalagot helyeznek el, Póka László féle patkánygó elnevezésű véleménynyilvánítás keretében. Hát miért pont Póka László féle? Tehát... Na mindegy. Az észlelés követően Darázs 301 tagállamás intézkedés alá vonta Szabó Máriát és Kajdi Józsefnét. Félelmetesek volt. Kérdésre elmondták, hogy a plakátokat ők helyezték el a kerítésen, személyes véleményük kinyilvánítása véget, illetve nincs köztük vezető személy, együtt találták ki és vitték véghez a plakátok kiragasztását. Az ingatlanon is annak kerítésén rongálási kár nem keletkezett, a fenti intézkedésről videófelvétel készült, 12:40 került panaszmentesen befejezésre.
Darás 302 észlelte 12:40-kor Cinege út 5 számnál megjelent Póka László úr, illetve Póka Anita asszony, akik három darab plakátot helyeztek el a fent említett ház kerítésén. Darás 302 tagállomás ismételten igazoltatásra szólította fel őket, melynek eleget tettek. Kérdésére elmondták, hogy még mindig úgy hívják őket, nem ez van itt, hogy nincs köztük vezető, illetve szervező, majd 12:46 órakor távoztak a helyszínről. Az eset során egy fényképfelvétel, egy videófelvétel készült a milyen memóriakártyára, biztonsági szolgálata a szalagokat eltávolította, rongálási kár nem keletkezett. Darás 302. 13:25-kor Cinege út 5 számnál észlelte, hogy megjelent Veres István, aki az említett ház kerítésére több szalagot helyezett el, illetve egy darab kis cetlit vélemény nyilvánításból kifolyólag. Ezt követően a személy Darás 302 tagállomás intézkedés alá vonta és igazoltatta, majd 13:31 órakor Veres úr távozott a helyszínről, az intézkedésről két darab felvétel, tehát ugye nekünk kettőnek járt egy, neked egyedül kettő, illetve egy darab videófelvétel készült. De az több szalagot helyettem. Jaj! Nyilván azt nem lehetett egy képre tenni. És ezt is a Mészely Anikó őrmester által nem rögzítették a memória kártyára. Majd később ezek a biztonsági szolgálat eltávolította a plakátokat. Rendész 355, 13:30-kor második kerület Keleti Károly utca 13 számnál észlelte, hogy az alábbi személyek jelentek meg a Keleti Károly utca 13A szám alatt lévő lakóház bejáratánál, és ott A4 formátumból transzparens helyeztek el Steiger Irén, Kajdi Józsefné, Szabó Mária. Hoppá. Igen. A személyek hárman? Hárman? A Steiger Irén és a Kajdi Józsefné. Adatai zártan kezelve. Ez így. De gyerekek, tehát most őszintén, mi köze van ennek Csányi? Semmi. Hát így van, gyerekek. Nem, nem is szólt még semmi róla. Még semmi. És már még senki nem volt a Laura útjában. 2-4, 5. oldalon járunk, és még semmi nincs. És 51 rendőr szolgálatban egész nap. Személyek a véleménynyilvánításuk során transzpeneseket ragasztottak az épület bejárati ajtajára, ezek után a helyszínről esemény nélkül távoztak, melyről kamerafelvétel készült. Én mondtam rosszul. Nevezett személyek cselekménye a rendőrségnél rendszeresített milyen kamerával, milyen memóriakártyáról készültek. Rendész 102. A meghatározottak szerint Laura út 26 szám alatti lakóház biztosítását, felügyeletét hajtotta végre. Feladatának teljesítése során 13:55-kor észlelte, hogy Póka László úr és felesége Póka Anita asszony jelent meg a Laura út 26 szám előtt. Bocsánat, ha a Csányi nem közszereplő, mert ugye ez a Csányinak a lakcíme. Igen. Akkor miért kellett a rendőrségnek előre biztosítani? Ez számomra is érthetetlen, igen. A személyek az általa ellenőrzött objektumhoz léptek, ahol szinte azonnal a lakóház kiskapujára Póka úr papírlapokat kezdett el elhelyezni, illetve a kamerába a beszédét kezdte elmondani. Ekkor az objektum, figyeljetek, védelmét végrehajtó biztonsági őr azonnal letépte Póka úr által kihelyezett plakátot. A biztonsági őr rendész 102 tagállomásból Szabó Zsolt rendőrfőtörzsőmester megkérte, hogy igen, a rendőr, hogy ne gátolja a szabad véleménynyilvánítást végrehajtó személyeket, várják meg a véleménynyilvánítás befejezését, amelyet a biztonsági őr tudomásul vett. No. Szabó Zsolt, címzetes rendőrfőtörzsőmester utasította Bálint Attila rendőr-őrmester urat, hogy álljon Póka úr és a biztonsági őr közé úgy, hogy ezzel megakadályozza a biztonsági őrt Póka úr véleménynyilvánításában. Póka úr újra kiragasztotta a papírlapokat a kertkapura. Véleménynyilvánítás követően intézkedés alá vonta, személyek átadták számomra a személyazonosító igazolványukat, így a személyazonosságuk megállapításra került. Igazoltatás megkezdése előtt Póka László helyezett el a kertkapura egy darab patkányt ábrázoló A4-es papírlapot, valamint egy darab A4-es papírlapot a következő szöveggel. Civilek nélkül egyszerűbb lenne az első számú zsorásnak is, hogy tisztességtelenül elvegyen 1000 milliárdot az emberektől a haverjaival. Póka Anita egy cselekményt kamerán rögzítette, illetve lelkiekben támogatta a cselekményt. Nevezett személy a papírlapok kiragasztása során a kertkapu rongálás nem okozott, azon sérülés nem keletkezett. Nevezetteket az intézkedés végén panasztételi lehetőségekről a rendszer 102 tájékoztatta, amellyel elmondásuk szerint nem kívántak élni, illetve nevezett személyek a körözési rendszerben nem szerepeltek. Intézkedés végén 14 órakor távoztunk. Ugye mikor érkeztünk oda?
13:55-kor, rendőri intézkedés volt, őrrel macerálás, és 5 perc múlva elmentünk. Hát miért nem megy a Csányi a jó büdös picsába? És még beszélgettünk is egy picit a rendőrrel. A rendőrrel. A nagybetűs rendőrrel. És még a rendőr közétek, meg az őrök közétek. Így van, pontosan. Tartok tőle, hogy neki is lett volna rá esélye az elmúlt hétvégén, hogy találkozzak vele. Előfordulhat, igen, hogy ő már nem Magyarországon van. Egyébként azóta nem találkoztunk. Pedig tudod nekem, hogy nincs meg, tehát igen. Nem szembe jönne, nem ismerném meg. Óriási gyerekek. Tehát ez bizonyítja, hogy ez egész teljesen törvényes, jogszerű és jól működik, hiszen még a rendőrök is biztosították, sehol semmi bajunk nem lett ebből az egész napos akciók. És kedves nézők, ezt nem értem, hogy mi a lófasz van? Mi a lófasz van? Hát ezekhez a címekhez bárki elmehet akárhányszor csinálhatná. És ezt csináljuk már 2014 óta, hiszen látjátok, 2014-es események vannak a nyomozati iratokban. És azóta is nyomjuk. És a BRFK-n a számú jelentése? Ez a BRFK-n a 173-tól. 189-ig. És mindjárt. Azt nem értem, hogy ha nem észleltek bűncselekményt, és ez nem is volt bűncselekmény egyik véleménynyilvánítás sem, meg amúgy is, hogy kerül bele a Csányi zaklatási bűncselekményes ügybe, tehát hogy kerül bele ez? Hiszen a rendőr is elmondta, hogy szabad véleménynyilvánítás gyakorlására ne zavarják az őket. Hát akkor ez nem zaklatás. Hát így van, hát pontosan, tehát erről szól, amit mondtam a tegnap előtt a bíróságon, hogy tegnap mondtam a bíróságon, hogy előbb azt kell megnézni, hogy az adott cselekmény veszélyes-e a társadalomra, nem veszélyes, akkor menjen mindenki a büdös picsába. Nem kell vele foglalkozni, nincs itt semmi látnivaló. Nem kell belőle büntetőügyet, meg ilyeneket csinálni. A Szabó Zsoltnak miért megy? És a többi faszkalaprendőr, akinek tövik benne van a nyelve, a bankárok és az uzsorás segébe, meg a politikusok segébe, annak miért nem megy? A saját kifosztóik segébe, tehát ezt nyugodtan tegyük hozzá. Azt szolgálják, aki árt nekik. Na hát ezt kell elmondani, gyerekek, ezt kell elmondani ennek a mocsoknak. Lehet támogatás Ferinek is nagyon tetszik. Ja, Farkas Feri. No, következő helyszín, rendész 306, Mártonhegyi út 10G, tehát ugye O1G, 10G, szám előtt 14:28-kor, tehát ugye 28 perc alatt oda sétáltunk már, ugye akkor már 20-valahány kilométer sétán voltunk túl Lalitával, és mégis 28 perc alatt Csányitól Trócsányihoz érkeztünk. Ismételten megjelent Póka László, Póka Anita, ismételten véleménynyilvánítás céljáról jelentek meg a fenti címen, ahol szintén A4-es méretű plakátokat helyeztek el a kiskapun. A plakátok kirakasztást követően ismételten sérülés és panaszmentesen távoztak a helyszínről, Kovács Péter kép- és hangfelvételt készített. Rendész 102 a meghatározottak szerint Laura út 26 szám alatti lakóház biztosítás felügyeletét hajtotta végre. Feladatának teljesítése során 14:50-kor egy hölgy és egy férfi jelent meg a Laura út 26 szám előtt. Személyek az ellenőrzött objektumhoz léptek, ahol szinte azonnal a lakóház kiskapujára papírlapokat helyeztek el, kezdtek el kiragasztani, ekkor megjelent személyeket intézkedés alá mondta Veres István, Vitál és Etelka. Igen, igazoltatás megkezdése előtt Veres István helyezett el a kertkapura egy darab sárga színű papírcsíkot, egy darab 10x10-es papírlapot a következő szöveggel, itt egy hazug bankár lakik, valamint, illetve egy darab... Nem hazudott, tehát teljesen rendben van, mert hogy a Csányi lakcíme állítólag ez. Valamint, illetve egy darab A4-es papírlapot a következő szöveggel, sokkal több mint 5000 magyar halt a bankok mohósága miatt elég volt. És ez miért csak Veres Istvánnak elég, meg a Vitális Etelkának, miért nem elég százaknak és ezreknek, és miért nincsenek ott? Vitális Etelka a cselekmény kamerán rögzítette, illetve lelkiekben támogatta a cselekményt. Papírlapokat ragasztotta, de annak az elhelyezése során a kertkapu rongálás nem okozott, azon sérülés nem keletkezett. 15 órakor távoztak, de 10 percet voltak ott, a Fülemile út irányába. Ezt követően Veres úr visszatért a Laura út 26 számhoz, de ott csak elhaladt. Amikor Veres úr tovább haladt, rendész 102 ellenőrizte a védett objektum általa nem látott részét, és megállapította, hogy Veres István a telek kerítésének három elemére külön-külön elhelyezett fent említett papírlapokat.
nevezett az elhelyezés... Mutattam az utat. Igen. Ez a Veres, ez nagyon csalafinta. Na mindenki azt hitte, hogy két a vélemény nyilvánítás. Na nem, ő még kitett hármat. Amit ugye valószínűleg az őrök se vettek észre. Lehet, hogy azóta is ott van az a három. Három elemére külön-külön elhelyezett a fent említett papírokat. Nevezett az elhelyezéssel rongálást és sérülést nem okozott, az elhelyezett papírokról külön készült kamerafelvétel. Cseri Ferenc kamerafelvételt készített, leírták, hogy mire. Rendész 306 Budapest 12. kerület Mártonhegyi út 10G szám előtt 15.40-kor észlelte, hogy cím előtt két személy vélemény nyilvánítás céljából, mely során egy darab kisméretű kartonkártyát sárga színű szalagokkal és egy darab A4-es plakátot Celux ragasztóval ragasztott a kapura. Rendész 306 két személyt intézkedés alá vonta, így megállapítást nyert, hogy Veres István már megint és Vitális Etelka intézkedés befejezését követően Veres István és Vitális Etelka sérülés és panaszmentesen távozott a helyszínről, majd azóta, már nincs ideírva, én mondom, legalább 100 alkalommal visszatért. Kedves nézők, 2017. január 15-ről beszélünk. Biztos, hogy volt ennyiszer, vagy nagyon sokszor István ott. Hol a faszba vannak a többiek? Lett belőle bármi bajunk is, egész nap 51 rendőr. Csak azzal foglalkozott, hogy ez a helyszínen 51. A helyszínen, meg a BRFK-n. Még a tartalék rendőr, tartalék és várjál, nem is tudták az összeset, mert tehát nem tudtak minden helyszínre mindig ott lenni, ez csak ahova pont nem odaértek. Az összes, az egész aznapi állományt erre mozgósított. Mert hogy ugye minket nem igazoltattak hogy hívják nálam, Holló Bencénél, a Jelasiti Ramadvánnál, a Balog Ádám. Minket sok helyen nem ott. Tehát egy csomó helyen, hát amiről mit tudunk, hogy minket nem. A Kurókérónál, a Matolcsinál is biztosan jártunk, a Vargáéknál jártunk, épp itt van a kép a Vargáéknál. És nem találkoztunk rendőrökkel az Orsó utcába, hogy hívják azt a... Nem, az a Balog Ádám, a Judapest vezér volt akkor, most meg Eszte. Tehát, hogy érted, ebből csak néhány helyen igazoltattak, és ebből se lett semmi probléma. Persze. És emberek még mindig szopkodják a faszát a politikusokra. És őszintén szólva sose lett probléma ezekből a fasságokból. Ez az eljárás van, amivel azt értük el, hogy találkozunk az uzsorással. Tehát a legfőbb uzsorásnak a szemébe mondhatjuk, hogy egy mocskos nagy tolvaj, aki a haverjaival ellopott 1000 milliárdot. És ez bárki megteheti április 10-én. Aki ott lesz, így van. De ők nem kérdezhetnek, mi még kérdezhetünk is. Igen. És azzal értük ezt el, hogy bátrak voltunk és kitartóak voltunk. Igen. És ha eljön, akkor is megszopta, ha nem jön el, akkor is megszopta. Tehát mindenképpen már megszopta. Ne hülyeskedjünk már, emberek! Összességében megállapítható, hogy a biztosítások során az általános igazoltatásokon túlmenően rendőri intézkedésre nem került sor. Tehát nem történt. Egyéb rendkívüli és jelentésre kötelezett esemény nem történt. A jelentésem a fentiek alapján megteszem. Vas Robert alezredes osztályvezető. Tehát köszönjük, benne van a tökéletes felmentés, hogy ez egy véleménynyilvánítás. Látszik, hogy ez amit sorozat, ez biztosította, annélkül biztosította, hogy bejelentenénk. Csak üzenem az alkotmányos ellenállásnak, meg sok észtosztónak, hogy mi nem kérünk engedélyt. Nem alkudozunk, hogy szabad-e, meg nem szabad-e, meg itt nyilván van egy-két kivétel. Szabad-e a nem létező állapot. Gyerekek, maga a rendvédelmi szerv mondta, hogy vélemény nyilvánítanak. Ne csinálnak koncepciós kohort vádakat. Nem ilyeskedjünk már. De csinálnak. Működik a történet, és ezt már kicsinálhatná. Hát nem? Hát most azt képzeljétek el, ez egy vasárnap volt, hogy ez minden vasárnap így lenne, hát micsoda rendőri készültséget kellene mozgósítani. De mindez 6-8 ember érdem, mi ha ez százak és ezrek csinálnák? Ez csak egy egyszerű véleménynyilvánítás, és szerintem most ha váltsunk másra, tehát vagy bejelentjük, vagy nem, de bankrablás fegyverrel címmel filmet is forgathatunk. Bármit lehet. Így van. Ez megtörtént, mert a bank ugye kirabolt minket a marketing fegyverével. Igen. És láttátok az elején Laci felsorolt, hogy mennyi rendőr és hány objektumot kellett. Ja. De ez a sok rendőr, amíg nem jött egy sárga pólós vagy kettő, ezek ott járőröztek a kocsiba. Igen.
onnan el nem mozdultak, vártak mindig egy-két sárga pólót. Tehát az 51 rend... Mondták, hogy ők itt járőröznek. Beültek a kocsiba, kiszálltak, beültek, kiszálltak. Ha ott itt vannak a képek, ugye, amik most futnak, és a nézők tudják nézni erről a napról készült képeket, hogy két rendőrautó a Rogánék előtt, kettő a Gyurcsány előtt, a Cinege úton. Tehát ez is egy milyen dolog, hogy valaki eldönti, hogy most nem váltunk őrséget, mert látok sárga pólóst a téren. Ja, hát ugye? Hát soha nem zavartuk fel. Így normálisan. Nem csak ők ugye azt nem akarták, hogy a doppergés menjen nekünk, de így is volt. Tehát volt olyan, hogy dopper, dobolt. Nem, hogy el kellett hülyének, hogy vakpari, vakpari. Hát ez kurva jó. De meg figyelnek, hogy az őrség is átáll hozzánk. Igen. A bűnözőknek csak azt kellett figyelni, a sárga pólósok hol nem, hol vannak. Mert akkor ők oda nem mennek. De egyébként a Sándor Laci arra, hogy ott van egy csomó turista, és inkább nincsen látófelvonás, mert ott vannak a sárga. Hát is láttak már minket a turisták. Ez az, amit nem értek. És inkább azzal foglalkoztak, hogy a saját objektumukat megvédik. Igen, nem hagyták rendőrségre. Mert arról vagyunk híveset, hogy akinek a rendőrségre. Visszavonulunk, megkedjük a munkat. Mitől, gyerekek? Mitől? De ki akarta megtámadni? És akkor lelkiekben egyet értetek, hogy jól beszálltak. Egyszer elindultunk a Krisztiánnal, és 13-ra számoltuk az igazoltatásokat. Utána megnyugtuk, elmentünk sörrendni, mert... És hogy mi köze van Csányi Sándornak, mert hogy ezzel is zaklattuk? Igen, megértem, mert mikor tökölön a csikos ruhásokat megdobáltuk kógolyóval, ő akkor is beszart. Sőt, amikor ugye a kényszermunkán voltam, és elkapáltuk a mocskokat, elgeredésztünk. Akkor is beszart. Tessék már megérteni ezt az embert. Pedig a csak kellett az a vécepapír István, csak nem a várba, vagy a, igen, hanem a Sárgyinál. Hát miért nem osztották szét? Az egész idő tele volt a szét. Igen, a tárgyalás, a kis vécepapír. Igen, szép sárga. Ez a legjobb a pszichiátriára neki. Hogy a Gyurcsánynak a háza miért védett ott még mindig. Hát biztos jár a miniszterelnöksége vége. Valameddig jár. De nem, igen. De már nem jár neki, tehát már nem, tehát már biztos, hogy nem. Négy évig jár. No, hát igen, van-e még bármi, amit... Sok véleménynyilvánítótól kell védeni. A véleményektől kell ezeket védeni. Igen. Az a legfőbb ellenségük. Ja. No. Nincsenek itt a kinyomtatott anyagok a dalról, úgyhogy most megpróbáljuk a nézőknek lejátszani a koncertfelvételt a Csányi házánál történt eseményről, úgyhogy kedves nézők, gyakorlatilag ennyit beszéltünk most a zsuzsorás zaklatási ügyéről. Ilyen események történnek azzal, aki cselekszik, viszont ennek a zsuzsorásnak a szemébe bele lehet nézni, mindjárt nézem is, hogy kint van-e, nincs kint, úgyhogy most kiteszem ide, leveszem most már a képvetítőt, és kitesszük a tárgyalás időpontját. Tehát találkozás a legfőbb uzsorással 2019. április 10-én 10 órakor a BKKB-n a Budakeszi úton, ahol az idézés szerint és az esemény oldalon kint van az idézése is, a szemébe tudtok nézni, el tudjátok mondani, hogy mit gondoltok róla, mit gondoltok az egész mocsok szövetségükről, mert hát azért a zsuzsorás ennek a fő alakja a teljes magyarországi bankrendszernek, tehát ezt azért érdemes észben tartani, és akkor megnézzük, hogy le tudjuk-e játszani ezt a dalt, ha van kedvetek, természetesen ti is énekelhetitek ezzel kapcsolatban. Ez a dal az esemény oldal nyitó videója, tehát a főképernyő videója, amikor is a zsuzsorás háza előtt énekelték el bátor sárga pólósok ezt. Találkozás a legfőbb uzsorással, nem tudtuk még, hogy mire lesz ez jó. Létrejön egy rideg tárgyalással, és az, hogy ott lesz, nem vitatható.
hogy nézzük majd ellenséges szemmel a félelmet, mi rajta látható. Az aljas áll, de s megszólalni nem mer, de az ő bűne nem bocsátható. Jöjj és győzz velünk az átkon, állj be a bátrak közé szépen. Itt van, van még hely a gáton, a kifosztást szüntessük meg végleg. Jöjjön most a sok kifosztott ember, még kell, hogy egyszer együtt lássuk azt. Torz mosollyal búcsúzik az ember, és véget ér a sújtó kározat. Jöjj és győzz velünk az átkon, állj be a bátrak közé szépen. Itt van, van még hely a gáton, a kifosztást szüntessük meg végleg. Hát kedves nézők, ennyi volt már a mozgalmi találkozó, most már az utolsó, a zuzsorással történő találkozásig. Én azt gondolom, hogy bárhogy is lesz, tehát eljön vagy nem jön el, a sárga pólósok eddigi tevékenységére feltettük a koronát ezzel, mert vagy megfutamodik ötödször is, vagy ott lesz, és akkor tudunk tőle kérdezni, el tudjuk neki mondani a véleményünket, ami szintén egy nagyon nagy dolog, hiszen ez csak nagyon keveseknek adatik meg, mert aki esetleg találkozik is vele a munkája során, az mindbe van tőle szarva, nyalja a seggét, nem mer neki határozottan és őszintén mondani semmit, kérdezni meg végképp. Vagy épp, hát de milyen lojalitás ez a félelmen alapuló lojalitás? Hát itt lesz 16 olyan ember, aki de egyik se jellemző, mert egy mocskos szaralaknak tartjuk, amiatt, amit művelt az emberekkel, hogy kifosztotta őket. Itt van most már ez a rengeteg jogi érvelés, hogy mekkora szemétséget műveltek, és még mindig nem csinálták ezt meg. Tehát én azt gondolom, hogy emiatt mindenképpen megéri ez a találkozás a legfőbb uzsorással. És én gondolkodtam, ugye korábban felvetődött, hogy a mi történetünk, a sárgapólósok története hasonlít a Ludas Matyi meséjére és történetére, és aztán azon gondolkodtam, hogy nem is annyira. Nem a Ludas Matyi mesére hasonlítunk, hanem a kiskakas gyémánt félkrajcájára. Hogy elvette, és addig megyünk oda, és addig mondjuk úgy, hogy ő is meghallja, és másik is meg nem hallja, amíg vissza nem adja, és nem téríti meg a károkat. És mindegy, hogy börtönbe vetnek, a darazsak közé, meg még hova vetetnek? Kútba. Teljesen mindegy. Akkor is újból és újból, és a végén nekünk kell győzni, de mindenki lehetne kiskakas. Mindenkinek oda kellene menni, és el kellene mondani ezeknek a mocskoknak, hogy mit műveltetek. És addig kell mondani, míg az agyára nem néz. Mert ahogy a mesében is van, az agyára néz, az biztos. Hát látjuk jelen, mi 51 rendőr, csak azért, mert Póka Laci kiírta, hogy a kedves feleségével túrázni megy a budai hegyekbe. Ezért 51 rendőr. És legalább ennyi rendőr, amikor egyszer felvetettük, hogy lehet, hogy Szenteste vagy Karácsony környékén lesz egy kis nézelődés ugyanezeken a helyszíneken. Szenteste, Veres István látta ezt meg, Karácsony másnapján mi láttuk ezt meg, hogy ott álltak ugyanígy a rendőrautók ugyanezeken a címeken. Csak azért, mert azt mondtuk, hogy lehet, hogy ott leszünk. Igen. De más karácsony, akkor nem voltak ott a rendőrök. Azt mondták a rendőrök, hogy csak úgy véletlen. Véletlen ott állnak. Nem direkt. Véletlen a Cinege úton, véletlen a Laura úton, véletlen az Orsó utcánál, véletlen a Szemlőhegyi úton, mindegyik véletlen. Mennyi véletlen? Véletlenek egybeesése. De ha oda mész és elmondod, hogy add vissza török basa a gyémánt féltrajcáromat, akkor vissza fogod kapni, elég sokszor kéred, és újból kéred, és hangosan kéred, és már az összes szomszédja rajta röhög, hogy kéred, és az összes rokona rajta röhög, és már a gyereke is megkérdezi, hogy apa, te tényleg uzsorás vagy? Apa, te tényleg öngyilkosságba hajszoltál embereket? Apa, te tényleg diktatúrát építesz?
Vagy amikor a kövér gyerekek hisztiznek, ha jönnek a haverok és már mit szólnak? Pára, megkérdezte, bazdmeg, tényleg szabad ilyen seggfej, mint amit ezek mondanak? Tényleg. Tényleg ilyen? Hát mind ahogy az egyik gyerek mondta, nem, hogy lepicsányírták az iskolába. Hát, hogy de az már korábban volt, ő adta az ötletet. Tehát, hogy értitek? Tehát ez a megoldás, amikor valóban megszólítod őket, ezek nem akarják, hogy megszólítva legyenek. Ezek nem akarnak véleményt, ezek azt hiszik, azt akarják, hogy fogadjuk el az övét, de nem fogadjuk el, mert mocskos szemét tolvajok, mindegyik. Hát igen, és szerintem az a baj a Csányinak, mert én ezt ezek után, amit így megismertem róla, azt gondolom, hogy valóban ő el is képzeli magáról, hogy Isten után ő az első számú ember, és hogy jönnek ezek a sárga pólósok, a por nép, és hogy merészelik? Hát így merészelik, de ezt kéne végre megmutatni más embereknek is, hogy nem, hát honnan veszi Csányi ezt, hogy Isten után ő az első ember? Tehát akkor, hát ilyen nincsen. Akkor összegezzük, hogy kiskakas mindenki lehet, csak szélkakasok ne legyen. Mert abból is van egy, azból bőven elég egy. Lehet ez a végszó már? Kiskakas mindenki lehet, de szélkakasok ne legyetek. Tehát, ha nem tetszik az Orbáni önkény, ha nem tetszik a kiposztás, akkor tegyél ellene, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, és egy kicsit zenélünk újból tenkes kapitányát. Sziasztok! Sziasztok! Még élőben vagyunk? Még igen? Akkor kukuriku!